Üdvözlök mindenkit, sziasztok kedves algótarjániak! Remélem, hogy jól vagytok ennek a vírus helyzetnek ellenére is. Habár meg kell mondjuk őszintén, hogy azért ez az év sajnos nem úgy alakult, ahogy ezt szerettük volna, nem csak a szórakoztatóiparban, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok területen még, de nagyon reménykedünk és hiszünk abban, hogy ez az egész helyzet hamarosan véget ér és újra működhet minden az eredeti kerékvágásban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok erőt és kitartást kívánok mindenkinek erre az időszakra. Nagyon nehéz az egyébként, hogy nem tudunk találkozni a salgótarjáni családtagjainkkal, és hát nekem nagyon sok családtagom maradt Salgótarjánban. Ugye én elköltöztem a családommal 2012-ben, amikor ugye megnyertem a Megasztárt, és azóta Budapesten élek, de én salgótarjáni lány vagyok, és mindig az is maradok, leszek voltam, úgyhogy mindig hazahúz a szívem, és most nagyon nehéz, hogy nem tudok olyan sokat hazamenni, ugye emiatt az egész helyzet miatt. Ettől függetlenül meg kell mondjam, hogy nekem az egyik legboldogabb évem, hiszen megszületett a kislányom, és hát ő a legnagyobb ajándék Istentől, amit valaha is kaphattam. Úgyhogy hát nektek és önöknek pedig szeretnék nagyon-nagyon boldog ünnepeket kívánni, szeretetben, békességben, és ami a legfontosabb, egészségben, gazdag új évet és karácsonyt és mindent kívánni. Vigyázzatok egymásra nagyon, gyönyörű szép estét kívánok nektek és önöknek. Sziasztok!